Vai, pois. Jó. Kalival már begyakoroltuk az engedelmes gyakorlatokat. Fekszik a pályán. Ül. És itt volt az ideje, hogy elkezdjünk így gyakorolni lábhoz az utcán is. Hadd szokja meg ezeket a dolgokat is itt lent a forgalomban lábhoz. Jönnek, mennek az autók, zörögnek, ül. Fekszik. Fekszik. Figyeli is a buszt, hála Istennek. Ül. Lehet, hogy előző életében a buszvezető volt lábhoz. Sose lehet tudni. Már nem értek ez a földön kívül a dolgokhoz, vagy ezek a reinkarnációhoz és társaihoz, lábhoz. Ül. Ott ül. Ott ül a Kali. Szuper. Hát ez a kutya, amikor hozzánk került, oda ment hozzá egy másik kutya, teljesen rosszul volt és teljesen szétesett. Lábhoz. Okos vagy. Mostanra azért már eléggé megerősödött az idegrendszere. Lábhoz. Belevittük egy csomó helyzetbe már. Ül. Fekszik. 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 Okos vagy. Szuper. Ülj föl. Á, de szuper vagy. De szuper. Ne. Okos vagy, de szuper vagy. Lábhoz. Lábhoz. Ül. Fekszik. Fekszik. Hát kell még egy jó párszor lejönnünk, hogy még stabilabban működjön. Kali, hozzám. Gyere, gyere, hozzám. Ül. Okos vagy, szuper. Lábhoz. Na, a bojtom megint leesett. Ül. Most már nem is rakom föl. Lábhoz. Már a mikrofonra esett le a bojtom. Lábhoz. De most már tényleg veszek egy másik fajta mikrofont, mert ez így eléggé gázos. Lábhoz. Ül. Okos vagy, szuper vagy. Jaj, de ügyes vagy. Még a farkát is csóválja. Ül. Lehet, hogy még élvezi is itt a munkát jobban, mint a sulin. Ül. Sose lehet tudni, bár nem nagyon volt ennek a kutyának része ilyen városi forgalomba előző életébe, mert egy ilyen nagyon nagy kertben éltek ezek a kutyák. Gyakorlatilag a városi forgalomtól elzárva, hogyha így nézzük. De hála Istennek, hogy jól teljesít itt lent a forgalomba, úgyhogy még majd hozzuk őt le, és gyakorlunk itt is vele még többet.